Szeretnék egy dolgot elmondani, hogy abban a pillanatban, hogyha valaki például egy foci meccsen van, és nem kell kimondottan csak adatra gondolni, és azok, akik játszanak, esetleg elvétik a kaput, hibát csinálnak, rossz passz, stb., akkor természetesen az van, hogy megbocsátják ezt nekik. Ez föl lett fújva. Tehát én azt mondom, hogy aki dolgozik, természetesen az hibát is vét, és kérdés az, hogy a hibát az adott illető csoport, bárki készül eltávolítani, vagy nem. És meg kell mondanom, hogy például ebben az ügyben már a köztársasági elnökkel kapcsolatban voltam és vagyok, aki vissza fogja adni a törvényt, és az én figyelmeztetésem után egyszerűen vissza fogja azt, ugyanis csak azt lehet a parlamentben utána megnyitni, amit a köztársasági elnök kifogásol. És én figyelmeztettem őt arra, hogy van egy félreértelmezhető, sőt, félre is értelmezni akaróknak egyfajta javaslat, amibe került, az, hogy ha valaki netán énekel a himnuszt, azért büntetni is lehessen. Ez kivitelezhetetlen, tehát a köztársasági elnök úr azzal fogja megtámadni, hogy ez kivitelezhetetlen, mert ha én például nyitogatom a szám, bizonyítsa be valaki, hogy csak nyitottam a szám, vagy énekeltem. Tehát eleve ez kivitelezhetetlen, ez az egyik dolog. A másik dolog, emellett a kollégáim megegyeztek a koalíciós pártokkal, a Szlovák Nemzeti Párttal is, jó magam is beszéltem a Szlovák Nemzeti Párt elnökével, hogyha ez visszajön, és úgy, ahogy most a köztársasági elnökkel megbeszéltük, akkor ezt a részét ki fogjuk venni. És a SNS is, meg a Andrej Kiska is pozitív volt, tehát hogy azt igen. mondták, hogy együttműködnek, és akkor ez a rész... Igen, előfordulhat természetesen az, hogy lesz azért egy-két, aki ezt beterjesztette, titel meg, én nem tudom ki, lehet, hogy lesz egy-két képviselő, akinek félre csúszik a keze, de ha megnézzük, hogy több mint 100 szavazatot kapott a törvény, tehát abból ki lehet indulni, hogy az ellenzék egy része is, hát úgy érzi, hogy ez butaság. Például ez a része a törvénynek, hogy valakit azért lehessen büntetni, mert énekel a himnuszt, ez hülyeség. Én nem hiszem, hogy azért, hogy valaki dolgozik, most büntetni kéne. Ugye én előbb elmondtam, hogy például egy foci meccsen a focista is hibát vét, és ezért kirúgják a csapatból? Nem. Tehát azt kell megnézni, hogy ez jó szándékú félrelépés volt, vagy valaki kész akarva. Tehát ebben az esetben azt lehet mondani, elcsúsztunk egy törvény mondjuk paragrafusa fölött, azt tudni kell, hogyha jön egy módosítás, akkor meg kell nézni az eredeti törvényt, módosítást összeolvasni. És néha eléggé bonyolult, komplikált, amikor nem egy törvényben vannak ugyanazok a szakkifejezések, tehát elcsúsztunk, de kijavítjuk. Az rendben van, hogy elhangzott a vitán. Az a fontos, hogy kijavítjuk-e, vagy nem. Ha valaki a KKM is csomót akar keresni, nézze, hogyha mindenáron fejbe akarják ezzel venni azt a pártot, aki a legtöbbet tette szlovákiai magyarokért, akkor ezt meg lehet tenni. Csak akkor én azt mondom, tessék mást választani.